Ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Jézusnak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, az elhívottakat, akiket az Atya Isten szeret. A fiú megváltott és a Szentlélek Isten megszentel. Amen. Emelje figyelmünket, szívünket, lelkünket felséges Istenünkhez, a 8. Zsoltár első és 9. verse. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatosat a Te nevednékünk! Csendesedjünk el, imádkozzunk. Hatalmas Isten, keressük mi a veled való kapcsolatot, de köszönjük neked, hogy akkor, amikor mi olyan nehezen találunk kapcsolópontot, mert annyi kérdésünk, annyi bizonytalanságunk van, akkor te azzal bíztatsz, hogy te már régen megtaláltál bennünket. Olyan jó, hogy mi nem gondolkodhatnánk, nem kereshetnénk téged, ha te már régen nem kerestél volna meg bennünket, ha te már régen nem figyelnél ránk azokban a pillanatokban, a helyzetekben is, amikor mi nagyon elveszettnek érezzük magunkat, vagy akár úgy érezzük, hogy sehol semminek nem találjuk a helyét. Áldunk téged azért, hogy te ebben az állapotban nagyon jól tudod, hogy merre van nekünk folytatása gondolatainknak, érzéseinknek, életutunknak. És köszönjük neked azt, hogy most talán sokan, sokfelé személyes találkozásokat élhetnek meg, de Hadd kérjük áldásodat arra is, hogy még mindig van, aki személyes távollétet, egyedüllétet, magányt, kérdéseket hordoz. Legyen ott is a te mindig velünk levő szereteted. Így kérjük áldásodat a most hangzó ígére a közel távol lévők imádságára, ad, hogy megtapasztaljuk azt, amit te ígérben ígérsz, jelenlétedet. Jézus Krisztus nevében szent lelked segítségét kérjük ehhez. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, a mennybe menetel történetét, a Bibliából két helyről olvasom az erről szóló híradást. Máté evangéliuma utolsó 28. fejezetéből a 16-20. versből, valamint a Cselekedetek könyve első fejezetének 4-12. versig terjedő szakaszából. Így szól hát a urunk mennybe a jó hír az evangélium és a Cselekedetek könyve. a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el, Tegyetek hát tanítványá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra királyságodat Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdában, és Samáriában, sőt, egész a Föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozás közben feszülten néztek az ég felé, ime két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, Galilai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Miért ment el? Talán nem biztos, hogy mindenki merje ezt a kérdést önmagának föltenni, vagy netán az Isten megpróbál erről beszélni, megpróbál ezzel a kérdéssel odafordulni Istenhez, hogy miért ment el Jézus? Gyermeki őszinteséggel bizony a kicsinyek még megkérdezik, hogy miért kellett elmennie? Hát olyan jó volt, amikor itt volt. Annyira sok érdekes, szép dolog történt, amikor Jézus itt járt az emberek között. Miért kellett elmennie? Hallottam egyszer egy nagyon furcsa de nagyon valóságos választ. Azért kellett elmennie, hogy vissza tudja jönni. Kicsit furcsán hangzik, de nem egyetlen ember gondolja ezt így, sokak meggyőződnek arról, hogy az Isten szeretetének ez a dinamikája, amit az építész költő Füle Lajos így fogalmaz, hogy valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Igaz, ezt a verset valamikor egy adventi időszakban jegyezte le az építész költő, de ez nem csak a naptári advent, nem csak Krisztus első eljövetele és annak rendszeres ünneplése idején, hanem a Jézust kereső, a Jézussal élni szerető emberek életében mindig élő igazság, hogy valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Tényleg, Miért ment el? Az a megfogalmazás, amit látszólag furcsálunk, hogy azért, hogy visszajöhessen, egy erősen emberi, de érthető megközelítés. Jó néhány évvel ezelőtt egy kedves ismerősöm, amikor egy kicsit az életéről beszélgettünk, és kiderült számomra, hogy az ő mindennapjai úgy telnek, hogy a párja hétfőtől péntekig tőle száz kilométernyi távolságban dolgozik, és hétközben bizony a mindennapjaik úgy telnek, hogy külön élnek, telefonon tartják a kapcsolatot, de nincsenek még esténként sem egy asztalnál, egy légtérben nem hallják közelről egymás szuszogását. És akkor erről a dologról talán egy kicsit öniróniával, de mégis egy különös dolgot mondott. Tudod, valahol ez a titka annak, hogy mi annyira jól vagyunk egymással. Mert így, amikor visszajön a párom, akkor mind a ketten úgy érezzük, hogy ez az együtt töltött idő, ez olyan drága, hogy nincs időnk arra, hogy bármi rossz történjen közöttünk. A lényeg ennek az, hogy amikor visszajön, akkor az együtt töltött idő annyira drága, hogy azt jó, jól használni. Igen, furcsa emberi tapasztalat, mégis valami igazság van benne. Tudnik, így sokkal többre értékeljük a találkozást, a jelenlétet, ha megtapasztaljuk a távollétet. És itt egy pillanatra hadáljak meg többre értékeljük a jelenlétet, a találkozást, ha megtapasztaljuk a távollétet. Ugye nem kell nagyon magyaráznom, hogy 2021-ben ennek a mondatnak mi az időszerűsége. A jelenlét értékelése akkor, amikor meg kell tapasztaljuk a távollétet is. Igen, lehet ez is a mögött, hogy Isten bölcs terve, úgy látja jónak, hogy fizikai, látható módon, jelenlétet egyetemen érzékelhető módon, emberként, Jézus személyében itt járt közöttünk, és aztán valamiért úgy tartotta jónak, hogy a vele való kapcsolat mégis ne a láthatótól, ne a fizikailag megtapasztalhatótól függjön, hanem valami olyan töltést kapjon, amit a jelen nem lét hordoz magában. Tényleg, miért is ment el? Nagyon sok mindent lehetne erről mondani. Ma három dolgot hadd adjak át, amit a teljes szentírás alapján, Isten lelke által hiszem, hogy a lélek vezetésével láthattam, érezhettem meg. Egyik az, hogy így, hogy Jézus visszatér a mennyei világba, ő a mennyei atyánál otthon lehet. Hadd mondjam így, hogy a világ mindenség ura mellé kerül, helyére kerül Jézus, és nem arra a helyre, ahova az emberek őt gondolják tenni. De nem csupán ennyi, hogy ő méltó helyére kerül a mennyei uralomba, mert ő nem tekintette zsákmánynak. Azt, hogy ő a Mindenható Istennek a fia. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy mivel ő az Isten közelségében, az Isten világában, az Isten országában van otthon, ezt az otthon létet szeretné megosztani az embervilágával. Elmegyek, és helyet készítek számotokra, hogy ha majd elmentem, és helyet készítettem, maga mellé vegyelk titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mondja János evangélista, egészen bizonyosan nagyon mélyen íródhatott János szívébe ez a mondat, hogyha egy emberöltő távolából a fiatal tanítvány, amikor ezt hallotta és megjegyezte, és már őszülő fejjel számüzetésben lejegyzi ezeket a sorokat. Igen, Jézusnak terve, feladata, az, hogy számunkra helyet készít az Isten világában. Ez az első dolog tehát, amiért ő visszamegy a mennyei világba. Persze valahol az ókor világképe az, hogy menj fönt, föld lent, és valahol térben próbáljuk ezt elképzelni, meg egyfajta kicsit időbeli elkülönítés is gondolunk hozzá, de ha belegondolunk abba, hogy Mennyi minden jut eszünkbe arról, hogy mennyei, meg hogy pokoli, akkor érezzük, hogy ez tulajdonképpen a mi hétköznapi életünkről is szól, hogy a mennyei világot Isten szeretete közel akarja hozni a mi hétköznapi életünkhöz is. Jézus helyet készít az Isten rendjében, az Isten világában a mi életünknek. Azért tér vissza a látható, kézzelfogható, hadd mondjam így kiszámítható világból, az ember által nem számolható, nem mérhető dimenzióban. A másik dolog, ami az igéből kiderül, azért teszi ezt, hogy ilyen módon mindenhol és minden napon velünk lehessen. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hallottuk az ígéretet, amikor Jézus a tanítványaitól búcsúzva rájuk bízza az Isten országának hirdetését, a megtérés, a bűnbánat, az Istennel való találkozás jó hírét, a keresztség szentségét, és azt mondja, hogy és hogyha ez történik, akkor megtapasztaljátok, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nagyon egyszerűen ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy addig, amíg fizikailag testben élt Isten egyszülött fia ezen a földön, addig helyhez, időhöz, térhez, a világ mérhető dimenzióihoz kötöttük az ő jelenlétét. Mióta ő visszatért a mennyei dimenzióba, azóta egy időben, egyszerre a világ minden pontján ott tud lenni. Ott tud lenni mindenütt, minden időben, ahol őt keresik, ahol az ő jelenlétét fontosnak tartják. És tulajdonképpen itt már a harmadik gondolathoz érkeztünk el. Szintén Jézus szavát idézem, azt mondja, ami urunk, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben együtt vagytok, én ott vagyok köztetek. Ez a kereszténység, a Krisztusban Istentől jövő szeretet világának a titka ha az ő nevében, vagyis az ő lelkületével, őt keresve, őrá gondolva, őt fontosnak tartva vagyunk együtt, akár a televízió, az internet segítségével, akár valóságos fizikai jelenlétben, ilyen értelemben lényegtelen, hogy milyen módon, de ha az ő személye, az Isten szeretete köt össze bennünket, akkor ő valóban ott van, akkor ő velünk van, akkor bizony korlátok nélkül tapasztalhatjuk meg azt, hogy köztünk van, hogy az ő lelkülete, az ő hozzáállása, életlátása, gondolkodása, az ő szeretni tudása meghatározhatja a mi gondolatainkat, érzéseinket, cselekvéseinket. És tulajdonképpen ez, ami ránk lett bízva. Ez a tanítványá tétel küldetése, amit Jézus utolsó szavaiban mondott az ő tanítványainak, hogy éljünk így, tegyük tanítványá ezt a világot, tanulják az Isten csodálatos szeretetét, tanulják azt, hogy nem az a haragvó Isten, ami Istenünk, akire néha tévedésből gondolnak az emberek, hanem az az Isten, aki önmagát oda tudja áldozni, aki áldozatosan szeret bennünket, akinek fáj az, ami az embernek fáj. Ez az Isten, a mi Istenünk, és ez Jézusban jelent meg ezen a világon, és az ő lelke által van jelen ma is, most is közöttünk. A történetét, hogyha olvassuk, akkor persze óhatatlanul fölvetődik a kérdés, hogy de hát hogy lehetséges az egész, hogy itt volt, fizikailag találkoztak vele. Tamás megérinthette a feltámadás után is Jézus sebeit, tehát valamiféle, hadd mondjam így, hogy az anyagi mérhető világ szerinti jelenlétet élt meg, és aztán egyszer csak nincs ott. Tényleg ennyire fontos a hogyan? Lehet valamit sejteni, valamit tudni, de igazából azt gondolom, hogy nem a magyarázat a fontos, hanem az a tény, hogy Jézus előttünk megy. Az Isten által nekünk készített világot készíti ő is számunkra. Annyit olvasunk róla, hogy felhőt akarja el, felemeltetik. Néhány éve nagyon elgondolkoztam azon, hogy milyen különös az emberiség története. Valamikor a Biblia korában a felhő nagyon fontos jelkép, nagyon fontos szimbólum volt. Az Ószvetségben többször olvasunk arról, hogy a felhő az Isten jelenlétét mutatja. És most, a XXI. században, a csipek világában, az elektronika, az informatika világában, milyen érdekes, hogy ma is van egy ilyen fogalom, hogy felhő. Ami az egyszerű ember számára olyan kicsit misztikus, érthetetlen, hogy amit én menteni akarok az életem élményeiből, információimból, az egy nem látható, nem fizikailag előttem levő módon eltárolásra kerül. Megőrzi a felhő azokat, amik fontosak a ma elektronikus eszközt használó emberek számára. Persze, itt minden hasonlat, de ebből is azt akarom, azt szeretném kihozni, megérteni, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan működik pontosan, hanem hogy van, és hogy alapjában ez a kapcsolatot, a megőrzést szolgálja. Az ókor embere számára a felhő az Isten jelenléte a maga látványában, a modernkor embere számára a felhő az a megőrzött csodálatos érték, életélmény, információ, tárolása és előhívhatósága. Nem a hogyan a fontos, hanem az, amit erről maga az előttünk járó, nekünk helyet készítő Jézus mond. Hadd fejezzem be azzal, amit ő maga mond a tanítványoknak, én veletek vagyok minden nap. Velünk van akkor is, amikor ezt egészen egyértelműen konkrét emberi kapcsolatokon keresztül látjuk meg, akkor is, amikor a legnagyobb egyedüllétet, magányt, távollétet, jelenlét hiányát kell megélnünk, ő akkor is velünk van minden nap a világ végezetéig. Ezért annyira fontos, hogy Isten lelke az első pünköstkor és azóta is jön, és újra és újra ami mi lelkünkkel találkozhat, az Isten szeretete ezáltal úgy legyen. Amen. Hajtsunk fejet, imádkozzunk. Szerető Istenünk, valóban különös dolog ez a jelenlét és távollét, emberi kapcsolatainkban is ott van ennek a vibrálása, hogy megfogalmazzuk azt, hogy néha jól esik egy kicsit kikapcsolni egy-egy emberi kapcsolatból, jól esik egy kicsit helyre tenni, végig gondolni dolgokat, máskor nagyon-nagyon hiányzik a másik jelenléte. Talán mi nagyon emberi módon rólad is így gondolkozunk, de köszönjük neked, hogy te nem így gondolkozol rólunk, hanem te állandó kapcsolatban vagy velünk. Hogy te nem tűnsz el, akkor sem, ha mi nem tudjuk, hogy hol és hogyan vagy jelen. Köszönjük neked, hogy ami mi Urunk Jézus Krisztus emberélet szereteted, mennyei világba való átmenetele nem azt jelenti, hogy ő ne lenne itt, hanem azt jelenti, hogy ő egész máshogy van jelen, úgyhogy talán mi nem látjuk, mégis itt van. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy éppen az általad megígért lélek az a csoda, ami bennünket is betölthet, és ami annyi mindenre indít, ami annyi mindent segít helyre tenni, elviselni, vagy ami éppen örömre indítja a mi gondolatainkat, érzéseinket, lelkünket. Így Hadd áldjunk azért, hogy te előttünk jársz, ebben a hétköznapi életben is, és az örökké való életet hozod már ide, ebbe az életbe is. Azért, hogy nekünk helyünk legyen a Mindenható Isten világában, itt is, ma is, és akkor is, amikor lezárul majd a szemünk. Így. Áld meg bennünket, és akkor, amikor ezt a különös csodát próbáljuk valahol nem megérteni, de befogadni, a te távolról is jelenléted, akkor áld meg azt, hogyha most egy picit egészen csendben, egyszerűen csak próbálunk elcsitulni, engedni azt, hogy a te lelked, munkálkodjon. Áldunk Istenünk, a csend, a nem látható dolgok, csodájáért. És köszönjük, hogy a mi Urunk Jézus szavaival fordulhatunk most hozzád, tudva, hogy lelkében most is itt van, és vele együtt imádkozhatunk közel távol lévőkkel, amikor így szólítunk meg, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, hálás szívvel, örömmel hirdetem, hogy a Szentlélek jövetelének ünnepén már jelenléti módon is itt, a református templomunkban tudunk Isten tiszteleti alkalomra hívogatni. Mi több, ezen az ünnepen egy külön ünnepünk is lehet, Pünkösd vasárnapján délután 10 órakor és Pünkösd hétfőn délután 10 órakor is a szokott ünnepi istentiszteletet tartjuk. És emellett Pünkösd vasárnapján délután 3 órakor konfirmáló fiataljaink jönnek fogadalmat tenni és hálát adni Isten őket kiválasztó szeretetéért, szeretteikkel együtt. Ez a délutáni istentisztelet azért külön alkalom, hogy még egyelőre alkalmazkodjunk, a jelen járványhelyzethez, és ne legyünk egyszerre túl sokan, amivel már veszélyeztetnénk egymást, tehát ezért a vasárnap délutáni istentisztelet kifejezetten a konfirmálók családjainak szervezett alkalom. Viszont vasárnap délelőtt és hétfőn a Szentélek eljövetelének ünnepén szeretettel hívunk, várunk mindenkit istentiszteleti alkalomra. Szeretettel hirdetem azt is, hogy továbbra is két heti rendszerességgel a Körös TV hullámhosszán, illetve az interneten, a gyülekezet honlapján megtalálható az heti, illetve kéthetenkénti hetenkénti üzenetünk. Adjuk ezt tovább, hogyha valaki otthon kell maradjon, akkor is Isten igéjét tudja magába fogadni a technika eszközeivel. Keressük a közmédia csatornákon is erre a lehetőséget, és segítsünk ebben egymásnak bárkinek, hogyha kérdése van, ugyanúgy szeretettel állunk rendelkezésre telefonon, a lelkészi hivatalt lehet hívni, a lelkipásztor gondnokot lehet hívni, örömmel vesszük föl a kapcsolatot azokkal, akik esetleg személyesen nem tudnak eljönni. Így áldja meg életünket, legyen legközelebbi találkozásunkig személyes, vagy bármilyen más találkozásunkig is, ami életünk őriző pásztora. Most fogadjuk! Ami Urunk áldását. Jézus Krisztus mondja: Ha majd felmentem a földről a mennybe, magamhoz vonzok mindeneket. Ezért semmi ne aggódjatok, hanem mindenkor hálával tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt imádságban, és is. az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket gondolataitokat a Krisztus Jézusban most és örökkön örökké. Amen. Biztosan bennünket a mennybe ment, nekünk helyet készítő úrunk közbenjárása, az ő lelke bátorítson bennünket, amikor is a 358. éneket halljuk és imádságos szívvel őrizzük meg lelkünkben. 358. ének elsőtől negyedik és nyolcadik verse, a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzenek.